Nagyon nagy szeretettel és nagy-nagy tisztelettel köszöntelek én is kedves mindnyájatokat. Az a feltett szándékunk ebben az előttünk álló időszakban, hogy Jézust szeretnénk látni. Ez a gyülekezetünk e fél éves mottója. Mindennél jobban szeretnénk látni az Urat. Szeretnénk vele találkozni, szeretnénk kijelentéseket venni, jobban megérteni őt, és az ő jelenlétében más emberré válni, hogy ez a változás sugározzon rólunk, és legyen vonzóvá sok-sok más ember számára. Ehhez pedig szeretnénk érteni, hogy hogy működik az élet. Ezért vágtunk Jób könyvének tanulmányozásába a múlt héten, és ezt fogjuk folytatni a mai napon is. Így olvassuk Isten igéjét Jób könyvének a 28. fejezetéből. Az egész 28. fejezetet végig fogjuk olvasni, és ebből keressük, hogy mi Isten akarata az életünkre nézve. Így olvassuk tehát Jób könyve 28. fejezetéből, az első verstől a rész végéig. Kérem szépen ide az én kivetítőmre is. Így van. Az ezüstnek megvan a bányája, az aranynak is a helye, ahol mossák. A vasat a földből hozzák elő, a rezet pedig kőzetből olvasztják. Véget vet az ember a sötétségnek, és végig kutatja sorra a sűrű homályban és sötétségben rejlő köveket. Aknát törnek lakatlan helyen, elfeledett tájon, ahol senki sem jár, abban függnek, himbálóznak messze az emberektől. A föld, amelyből kenyért terem, odalent olyan, mintha tűz pusztította volna. A zafír kőzetben található, az arany pedig rögöcskékben. Ösvényét nem ismeri a ragadozó madár, a sólyom szeme sem pillantja meg. Nem járnak ott vadállatok, az oroszlán sem lépked rajta. A legkeményebb követ is megmunkálja, a hegyek tövét is földúja az ember. A sziklákban folyosót hasít és felkutatja valamennyi kincsét. A beszivárgó víz útját eltömi és napvilágra hozza, ami rejtve van. De a bölcsesség hol található? Hol van az értelem lelőhelye? Nem ismeri értékét a halandó, nem található az élők földjén. A mélység ezt mondja, nincs bennem. A tenger ezt mondja, nálam sincsen. Nem lehet megvenni színaranyért, nem lehet árát ezüstben kimérni. Nem fizethető meg ófír aranyával, sem drága ónixszal vagy zafírral. Nem ér föl vele az arany és az üveg. Aranyékszerekért sem kapható cserébe. Szóba sem jöhet a korall és a kristály, a bölcsesség drágább kincs az igaz gyöngyöknél. Nem ér föl vele az etióp topáz, színarannyal sem lehet megfizetni. Honnan jön tehát a bölcsesség? Hol van az értelem lelőhelye? Rejtve van minden szem előtt, az ég madarai elől is el van takarva. Az enyészet helye is a halál így szól, csak hírét hallottuk fülünkkel. Isten ismeri az ahhoz vezető utat, ő tudja annak lelőhelyét. Mert ő ellát a föld pereméig, mindent lát az ég alatt. Amikor megszabta a szél erejét és megállapította a vizek mértékét, megszabta az eső rendjét és a mennydörgő viharfelhő útját, akkor megtekintette és számba vette, elkészítette és megvizsgálta a bölcsességet. Az embernek pedig ezt mondta, íme az Úr félelme a bölcsesség, és a rossz elkerülése az értelem. Imádkozzunk. Atyánk, teljes szívvel keresünk téged. Kérjük, ajándékozz meg bennünket mennyből jövő kijelentéssel,
Pontosan úgy, ahogyan szükségünk van rá. Mert keresünk, kutatunk, és szeretünk téged. Amen. Foglaljatok helyet. Egyszer csak a kaputok előtt megáll egy gyönyörű, fekete luxus autó. Kinyílik az ajtaja, kiszáll belőle egy smokingos, fehérkesztyűs úr, kinyitja neked a hátsó ajtót, betessékel, és azt mondja, hogy hölgyem, uram, tessék parancsolni, önért jöttünk. És utána a lányos zavarodból kijössz, beszállsz az autóba, elvisznek egy olyan magas épülethez, aminek nem is látod a tetejét, gyönyörűen ki van világítva, kristályokkal kirakott már maga a homlokzat is, minden honnan tükröződik a dicsőség, majd újra kiszáll az úriember, és kitessékel, és miközben mész be az épületbe, a személyzet ott áll az út mellett, és segítenek, és azt mondják, hogy erre tessék, elkérhetem-e a kabátját. És amikor belépsz, a legnagyobb szeretettel fogadnak és köszöntenek, és bármerre nézel, gazdagságot látsz. És azt látod, hogy incsiklandozó ételeknek az illata száll a levegőben, olyan kristálypoharakban kínálják fel a pezsgőt, amilyenről nem is hallottál még. Az ételeket olyan tálcán hozzák, amin korall díszítés van, de hát az csak a díszítés, de hát maga az étel olyan lenyűgöző, hogy fantasztikus. És bármerre nézel, különböző drága kövekkel van kirakva az egész épület. És azt mondják, hogy örülünk, hogy itt van. Önre vártunk. Mit éreznél egy ilyen fogadtatás esetén? Hogy éreznéd magadat? Elmennél szívesen egy ilyen helyre, egy hotelba, egy kastélyba, ahol így foglalkoznak veled? Szívesen részed lenne ilyen gazdagságban? Nyugodtan kifújhatjátok a levegőt, nekem igen. Igen, erre szabad azt mondani, hogy igen, hogy ne? Hát persze! Az ember szíve mélyén ott van az, hogy jó lenne, hogyha ez venne körül, így van? Jó lenne, hogyha amerre nézek, ott mindenhol finomság, puhaság, gazdagság venne körbe. Miért vágyik az ember a gazdagságra? Azért, mert az emlékeztet bennünket arra, hogy honnan estünk ki. Önmagában az, hogy valami gazdag és elegáns és dicsőséges és pazar, önmagában azzal nincsen gond. Az a világ, amit Isten elképzelt az embernek, az ilyen. Az gazdag és dúskáló és dicsőséges és fantasztikus és mindenek felett szép. Hát képzeljétek el azt a pillanatot, amikor Isten azt mondta, hogy és pezsdüljenek a vizek az élő lények sokaságától. Nem tudjuk elképzelni, hogy erre az egy szóra elkezdett nyüzsögni az összes tengeri vízi élőlény a tengerekben, az óceánokban. A bálnák elkezdtek fújni, a delfinek elkezdtek fickándozni, a repülőhalak kiugrottak örömükből a vízből, és így tovább. Hát mi ez, hogyha nem gazdagság? Repdessenek madarak, és töltsék be az eget. És tele lett minden repdeső madárral, és ugyanígy hajtson a föld fákat és növényeket, amelyeknek magja van, hogy majd ugyanilyen fák sarjadjanak utána, és hirtelen megjelentek az erdők, és a kopár sziklák hirtelen erdőkké váltak. Hát mi ez, hogyha nem gazdagság? A mi Istenünkre jellemző az, hogy ő egy gazdag Isten. Van miből adnia.
Szóval amikor azt gondoljuk, hogy olyan jó lenne, hogyha lenne egy kicsivel több, akkor ez nem bűn, hanem ez arra emlékeztet, hogy van egy világ, ahonnan kiestünk, és ott lenne az igazi helyünk. Mi mindent meg nem tesz az ember azért, hogy egy kicsivel többre vigye? Így van? Hát csak gondoljatok bele, hogy otthon miről zajlanak mostanában a családi beszélgetések, vagy a beszélgetéseid a férjeddel, vagy a feleségeddel. Hát arról zajlanak, hogy hogyha most ezt a kicsit félre tudnánk tenni, akkor egy fél év vagy egy év múlva ez a néhány kicsi, ez már annyi lenne, hogy meg tudnánk belőle venni végre azt a bútort, azt a kocsit, azt a kiságyat, azt a valamit, amire éppen szükség van. Így van? Vagy úgy szeretnénk elmenni végre messzi tájakra, mert még sose voltunk. Olyan jó lenne valahova oda eljutni, ahol még sose jártam. Mi az, amit megteszel ezért? Hát rengeteg dolgot teszünk ezekért. Az időnk és az energiánk nagy részét azt arra áldozzuk, hogy egy kicsit több legyen nekünk. Így van? Elképesztően sok időt, energiát, fáradtságot ölünk abba, hogy a gazdagságból valamilyen leheletnyit tapasztaljunk. Amiről ma szeretnék beszélni, az az, hogy Isten azt mondja, hogy én ezt készítem a számodra. Csak hogyha minden energiádat, erődet és pénzedet az köti le, hogy legyen ezekből még több, akkor pont arról maradsz le, hogy megismerd őt az igazi gazdagságnak, az igazi dicsőségnek a forrását. Minél több idődet köti le az, hogy még többet szerez, annál kevesebb időd és energiád marad arra, hogy megismerd azt, akinél tényleg rejtőzik minden, amire szükséged van. Azt olvastuk, hogy hol található a bölcsesség? Hol van az értelem lelőhelye? Nem ismeri értékét a halandó, nem található az élők földjén. Ez egy nagyon érdekes kijelentés, nem? A múltkor már elkezdtünk arról beszélni, hogy a bölcsesség az azt jelenti, hogy hogyan tudsz itt a földön olyan életet élni, ami végső soron a mennybe vezet. Mert tehetünk nagyon sok mindent ezen a földön, alkothatunk hatalmas dolgokat, eljuthatunk nagyszerű dolgokra, de az egész semmivé lesz, hogyha nem értjük meg, hogy a valóságos cél az Isten megismerése. A bölcsesség kezdete az Úrnak félelme, és a Szentnek a megismerése ad értelmet. A Szent, vagyis Isten megismerése az, ami igazán értelmessé tudja tenni az életedet itt a földön, hogy legyen erőd végigmenni azon az úton, ami bevisz a mennybe, a tökéletesség helyére. És erre azt mondja nekünk Jób, hogy hol van az értelem lelőhelye? Nem ismeri értékét a halandó, nem található az élők földjén. Egy kicsit időzzünk el azon, hogy mi ez a bölcsesség, amiről azt mondja az ige, hogy itt nem található, és nem tudod megvenni még a legnagyobb gazdagsággal sem. A példabeszédek 8-ban a bölcsesség maga így beszél önmagáról. Az Úr útjának kezdetén alkotott engem, művei előtt réges-régen. Az ősidőkben formált engem, kezdetben, mielőtt a föld létrejött. Mikor még nem voltak mélységek, megszülettem, mikor még nem voltak tele a források vízzel.
Mielőtt a hegyek helyükre kerültek, a halmok létrejötte, előtt megszülettem, amikor még nem alkotta meg a földet, a rónákat, még a világ legelső porszemét sem. Ott voltam, amikor megszilárdította az eget, amikor kimérte a látóhatárt a mélység fölött, amikor megerősítette odafönt a fellegeket, amikor felbuzogtak a mélység forrásai, amikor határt szabott a tengernek, hogy a víz át ne léphesse partját. Amikor kimérte a föld alapjait, én már mellette voltam, mint kedvence, és gyönyörűsége voltam minden nap, színe előtt játszadozva mindenkor. Játszadoztam földje kerekségén, és gyönyörködtem az emberekben. Annyira gyönyörű, nem? Szóval amikor a bölcsességről gondolkozunk, akkor nézőpontot kell váltanunk. A bölcsesség az nem könyvtárakban lakik, pedig egyébként oda vagyok a könyvtárakért. A személyesebb, nyugalmasabb időim az életemnek egy jelentős szakaszában, amikor a doktorimat írtam, akkor könyvtárakhoz kötődtek. És kevés szebb hely van ezen a világon, mint egy gyönyörű könyvtár. De a bölcsesség az nem a dohos, nagyon ózsdi könyvek lapjai között lakik. A bölcsesség az nem is valamilyen nehezen megfizethető életvezetési kurzusokban lakik. Vagy tréningekben, amiket, hogyha megfizetsz, akkor majd jobban tudod élni az életedet. Hát mit mond itt magáról a bölcsesség? Azt mondja, hogy én Isten gyönyörűsége voltam minden nap. Én voltam Isten kedvence. És ott játszadoztam Isten előtt, amikor ő éppen megalkotta a világot. És itt ugye érezhető és érzékelhető, hogy amikor arról olvasunk, hogy Isten feltűri az ingúját és kifeszíti az egeket, vagy medret ás a folyóknak, vagy megalkotja a hegyek alapjait, akkor ez mind, ezek a költői képek tudományosan leírhatók, és írhatnám tele a falat képletekkel, hogy hogyan keletkezett a világegyetem, és meg se közelítené azt, hogy a valóságban mi történt. Szóval amikor Isten megalkotja a fizika törvényeit, amelyek megmásíthatatlanok, a hideg, a meleg, a nyár, a tél, az, hogy a hegyek szilárdak, az, hogy a gravitáció ma is lehozza azt, amit földobsz, ezek mind megmásíthatatlan fizikai törvényszerűségek. És Isten hogyan alkotta mindezeket? Úgy, hogy közben ez az egész játékos volt és könnyed. És a bölcsesség, aminek a megismerésére Isten hív bennünket, azt mondja, hogy ott voltam a teremtésnél, és gyönyörködtem az emberekben. Tehát nagyon úgy tűnik nekünk, vagy úgy tűnhet, hogy a bölcsesség az nem egy elvont fogalom. Tudjátok, mi a bölcsesség? Az Isten maga. Amikor itt bölcsességről beszélünk, akkor Istenről beszélünk. És Isten folyamatosan arra hív, hogy gyere és ismerj meg engem. És azt mondja, hogy az életedbe, hogyha beengedsz, akkor az olyan stabilitást fog eredményezni itt a Földön, mint amilyen megmásíthatatlanul stabilak a fizikai, természeti világnak a törvényei. Mit csinál a bölcsesség? Gyönyörködik az emberekben. Tehát amikor arra gondolsz, hogy Uram, én annyira szeretnélek megismerni. Én úgy szeretnék sokkal több időt tölteni veled. Úgy szeretnék kijelentést venni tőled. Akkor erre ne úgy gondolj, mint valami iszabbirkózásra, amihez alig lehet elérni. Vagy valami teljesíthetetlen nagy túrára föl valamilyen 8000 méter körüli hegy tetejére, hogy hát a nagyon keveseknek, a kiváltságosaknak ez sikerül, de nekem még oxigénpalackkal sem megy. Isten szeretné, hogy megismerjük, mert azt mondja, hogy
Én játszik könnyedséggel teremtek. És amit én ilyen játékosan, szeretettel teremtek, az mégis stabil és megmásíthatatlan. Ilyen ez a világ. És mindeközben én gyönyörködöm benned. Tehát akinek a megismerésére vállalkozol, az gyönyörködik benned. Oké? Szóval hadd mondjam el még egyszer. Akit te szeretnél megismerni, a te Istened, ő gyönyörködik benned. És amikor jössz hozzá, és azt mondod, hogy szeretnélek megismerni, akkor nem azt mondja, hogy na végre már, hogy megértetted. Meg azt sem mondja, hogy jó, hát várjuk ki a végét, ahogy téged ismerlek, nem lesz ez hosszú életű. Pedig lehet, hogy így van, nem? Lehet, hogy sokszor nekiálltál már, és azt mondtad, hogy Uram, szeretnélek jobban megismerni, és ez kitartott egészen szerdáig. De Isten nem küld el. Azt mondja Jézus, hogy aki hozzám jön, azt én nem küldöm el. Az Úr bölcsességgel vetette meg a föld alapját, értelemmel erősítette meg az eget. Az ő tudása által váltak ketté a mélységes vizek, és harmatoznak a magas fellegek. Fiam, ne tévezd ezt szem elől, vigyázz arra, hogy okos és megfontolt légy. Vigyázz, hogy okos és megfontolt légy, úgy járd az életed útját, hogy mindig tudod, hogy ki az az Isten, aki az életed fölött úr és uralkodna. Egy olyan Istened van, aki a szavával világokat teremt. És erről tettünk megvallást valamelyik énekben, nem olyan rég. Hogy te szóltál és előállt. És amikor járod az életed útjait, akkor úgy járd és úgy hozd a döntéseidet, hogy szüntelenül keresed benne őt. Vigyázz az útjaidra, figyelj, hogy úgy járd őket, hogy az tud igazi stabilitást adni az életednek, aki a földet megingathatatlanná, stabillá tette, és a természeti törvényeket elhelyezte benne. És akkor visszatérve, azt mondja Jób, de a bölcsesség hol található? Hol van az értelem lelőhelye? Nem ismeri értékét a halandó, nem található az élők földjén. Itt két dologra szeretném felhívni a figyelmet. Az egyik, hogy nem ismeri értékét a halandó. Ez egy mélységesen lesújtó megállapítás. Ha tisztában lennénk azzal, hogy milyen értékes Isten ismerete, ha valóban tisztában lennél azzal, hogy kicsoda az, akit te uradnak nevezel, akkor az időd és energiád jelentős részét azt nem a pénz és a gyarapodás utáni hajsza kötnél le, hanem Isten megismerése. Itt szeretnék tisztázni egy dolgot. Ezen a földön az ember munkára van elhívva. A bukott földön a munka az nem pihentető. Isten elmondta, hogy itt a bukott földön a munka az verejtékes lesz, sőt, hasztalan. Sajnálom, de még amikor a leghasznosabbnak érezzük is magunkat, annak a haszna sem hasonlítható ahhoz, ahogyan Isten elképzelte volna ennek a világnak a működését. Úgyhogy ha hasznosnak érzed a munkádat, adj hálát érte, de még a hasznos munka is elképesztő verejtékkel jár, mert a föld porát esszük, amikor a kenyerünket esszük, és a verejtékünket vele együtt. Szóval nem arra hívlak benneteket, mint ahogy néhány tesszalonikai tesó annak idején, Pál apostolnak a hasonló gondolatmenetét félreértve, azt mondták, hogy ha úgyis mindjárt jön az Úr, végre nem kell annyit dolgozni.
Gyertek, testvérek, menjünk ki a közeli dombtetőre, mondták a tesszalonikaiak, és várjuk az Urat. Addig meg valahogy elütjük majd az időt. És hát erre született Pál apostolnak az a mondata, hogy félreértés ne essék, aki nem akar dolgozni, az ne is egyék. Szóval amikor azt mondom, hogy ha nem minden energiádat a pénzkeresetre és a gyarapodásra fordítanád, akkor nem arról beszélek, hogy ne becsüld meg a munkádat. Nem is arról beszélek, hogy ne lebegjen a szemed előtt az, hogy el kell tartanod a családodat. De arról igenis beszélek, és azt szeretném, hogyha formálódna a szívünk azáltal, az isteni igazság által, hogy Isten azt mondja, hogyha valóban tudnád, hogy ki az, aki szemben áll veled, akkor nem egy csipetnyi időt adnál neki az életedből. Azt mondja Jézus a samáriai asszonynak, hogy ha tudnád, hogy ki az, akivel beszélsz, akkor te kérnél tőle életvizet. Na erre az összefüggésre szeretném ráirányítani a figyelmet, mert Isten azt mondja, hogy az ember mindent megtesz azért, hogy kristálypohárból ihassa a méregdrága pezsgőt. Az ember mindent megtesz azért, hogy egy kicsit nagyobb házban lakjon, az ember mindent megtesz azért, hogy messzebbre utazhasson, az ember mindent megtesz azért, hogy több legyen azon a bankszámlán. És ezek után Isten felteszi a kérdést, hogy de mi lenne, hogyha arra fordítanál egy kicsit több időt, figyelmet, pénzt, energiát, hogy megismerj jobban engem. Mert a gazdagságot forrása én vagyok. A boldogságot forrása én vagyok. Az örömöd, a kiegyensúlyozottságodnak a forrása én vagyok. És ha ez a helyén van, ott hidd el, drágám, mondja Isten. Ott lesz számodra több. Ott lesz számodra nagyobb. És ki fogom rendelni azt, amire szükséged van. De ha felborul a keresésnek az iránya, akkor szükségszerűen rossz célba érkezel. Ha felborul a keresésnek az iránya, és nem engem keresel először, és az időt, energiát, pénzt, erőfeszítést, azt nem abba ölöd, hogy engem még jobban megismerj, aki bölcsét tudlak tenni erre az életre, és aki ezért beviszlek az örök életre. Ha ennek az iránya megfordul, szükségszerűen célt tévesztesz. Tehát az ember nem ismeri a bölcsesség értékét, nem ismeri az értékét a halandó. A másik, ez nem található az élők földjén. Miért nem található a bölcsesség az élők földjén? Azért, mert amikor Isten kiűzte az embert az Éden kertjéből, akkor azt olvassuk, hogy elzárta Isten az élet fájához vezető utat, és oda állította az Éden kertjének a bejárata elé a kérubokat. Isten azt mondta, hogy nélkülem nincsen örök élet, és nélkülem nincsen értelmes élet. És ezt muszáj meglátnotok, emberek, mert nem fogjátok fel, és nem fogjátok nekem soha elhinni, csak hogyha a saját bőrötökön tapasztaljátok, hogy nélkülem nincs értelmes élet. Ezért tehát ezen a földön az élet valóságos értelme az csak máshol található. El is mondja Jób, ezt mondja, Isten ismeri az ahhoz vezető utat. Ő tudja annak lakóhelyét.
Ha viszont az a helyzet, hogy el vagyunk szakítva az értelemtől és a bölcsességtől, és egyedül Isten ismeri az ahhoz vezető utat, és nála van annak a lelőhelye, itt a bukott földön ez erőfeszítést kíván tőlünk, hogy el is érjünk odáig. Hát ezért beszél a példabeszédek is, meg Jób könyve is, az egész bölcsesség irodalom arról, hogy kikutatni a bölcsességet, az értelmes életet, az erőfeszítést kíván. És ezért mondom, hogy ebben az évben bátorítalak benneteket arra, hogy tegyünk egy nagy erő áthelyezést az életünkben. Egy erő átcsoportosítást. Természetes módon el kell végezni a munkánkat, oké, ezt nem fogom ismételni most már sokszor. De azon túl, merre keresgélsz, mire fókuszálsz, mit szeretnél látni, mire áldozod azt, amit van. És én arra hívlak benneteket, hogy áldozzuk az időnket, a pénzünket, az energiánkat Isten megismerésére. Nézzétek, mit mond a példabeszédek 2:1-7. Fiam, ha megfogadod mondásaimat és parancsaimat magadba zárod, ha figyelmesen hallgatsz a bölcsességre és szívből törekszel értelemre, bizony, ha bölcsességért kiáltasz és hangosan kéred az értelmet, ha úgy keresed azt, mint az ezüstöt, és úgy kutatod, mint az elrejtett kincseket, akkor megérted, mi az Úr félelme, és rájössz, mi az Isten ismeret. Csak az Úr ad bölcsességet, szájából ismeret és értelem származik. A becsületeseknek jutalmat tartogat, pajzsot a fedhetetlenül élőknek. Hát milyen kifejezéseket használ itt a Biblia, hogyha a bölcsességre törekszel? Azt mondja, szívből állj neki. Először is innen indul minden. Szívből. Ez legyen a valóságos vágyad. Kiáltás, hangos kérés. Ha úgy keresed azt, mint az ezüstöt, úgy kutatod, mint az elrejtett kincseket, hogy tudod, hogy van itt valami, de nekem azt ki kell bányászni. Nem megy másként. Ezen a földön erőfeszítést kell tenni. Át kell túrni a földet, de tudom, hogy ott lesz, mert Isten megígérte. És Isten soha nem céltalan erőfeszítésre hív bennünket. Mindig elmondja, hogy mi a vége. A becsületeseknek jutalmat tartogat, pajzsot a fedhetetlenül élőknek. Hát nem ezt szeretnénk mindannyian? Két dolog. Az egyik biztonság, ez a pajzs. Szeretnénk nyugalmas körülmények között élni, biztonságban. Nem szeretnénk, hogyha túlterjedne a háború egy bizonyos határon, és mondjuk legyen ez a magyar határ. Szeretnénk biztonságban élni. És szeretnénk anyagilag is kiszámítható biztonságban élni. És azt mondja Isten, nálam van a jutalom, nálam van a pajzs, gyere hozzám! Akár az Ószövetség, akár az Új Szövetség, sőt, egyenesen maga az Úr Jézus is arra hív bennünket, hogyha szeretnéd megismerni Istent, ha szeretnél bölcs lenni, mert ismered őt, az nem megy erőfeszítés és áldozathozatal nélkül. Nem megy. Nincsen áldozat nélküli könnyű kereszténység. Hát nézzétek, Jeremiás 33:3. Kiálts hozzám, és válaszolok. Hatalmas és rejtett dolgokat jelentek ki neked, melyekről még nem tudsz. Kiálts! Az előbb is ez volt. Kiálts, keresd, kutasd, most is kiálts. És akkor jönnek a hatalmas kijelentések. Jakab apostol, Új Szövetség, ezt mondja. Közeledjetek Istenhez, és ő közeledni fog hozzátok. De hajrá, kezd el! Közeledjél Istenhez, és ő nem fog elmaradni a válasszal. Mit mond maga az Úr? Máté 7:7 a hegyi beszédben ezt mondja, kérjetek és adatik nektek, keressetek és találtok, zörgessetek és megnyittatik nektek. Kérés, keresés, zörgetés, ugyanaz folyamatosan, látjátok? Van itt egy fogalom, amit szeretnék tisztázni, ez pedig az Úr félelme. Nem hangzik jól a mi fülünknek, nem szeretünk félni.
De nem is erről van szó, hogy az Úrtól félni kellene a félelemnek a rettegés értelmében. Isten nem szeretné, hogy rettegjünk tőle, hiszen az elején tisztáztuk, hogy gyönyörködik bennünk. És arra hív, hogy gyere és velem együtt éld az életedet. És ahol én megjelenek, ott stabilitást és egyfajta belső könnyedséget hozhatok az életedbe. Az Úr félelme az az ő tekintélyének a tiszteletét jelenti. Akitől félünk, azt tiszteljük, így van? Annak egy olyan tisztelettel adózunk, hogy nem szeretnénk, hogyha bajunk lenne abból, hogyha nem félünk tőle. A tisztelet az pedig tekintélyt jelent. Az Úr félelme az az, hogy tekintélyt adsz az Úrnak. Nézzétek a Zsoltárok 16:8-ban milyen gyönyörűen megfogalmazza ez Dávid. Azt mondja, az Úrra tekintek szüntelen, nem tántorodom meg, mert a jobbomon van. Na ez a tisztelet, ez a tekintély, ez az Úr félelme. Azért félem az Urat, mert aki féli az Urat, oktatja őt, hogy melyik utat válassza. 32. Zsoltár. Aki féli az Urat, oktatja őt, hogy melyik utat válassza. És itt pedig azt olvassuk, hogy az Úrra tekintek szüntelen, ez a tekintély, akire felnézünk. A tekintély az azt jelenti, hogy felnézek valakire. Aki tekintélyes ember, az attól tekintélyes, hogy érzékeljük, hogy felettünk áll. Felnézünk rá. Na most, hogyha felnézel az Úrra, akkor jó helyen van a fókuszod. És Dávid azt mondja, hogy attól stabil és szilárd az életem, mert szüntelen az Úrra tekintek. Ezért nem tántorodom meg, mert a jobbomon van. Tehát az Úr félelme a bölcsesség kezdete, az Úr félelme az egy tekintélytisztelet, hogy azért nézek rád, Uram, mert tudom, hogy ha rád nézek, nem tántorodom meg. Harmadik példabeszédben ezt olvassuk. Boldog az az ember, aki megtalálta a bölcsességet. Látjátok, milyen fogalmak kötődnek a bölcsességhez? Boldogság, öröm, stabilitás, biztonság, kiszámíthatóság. Boldog az az ember, aki megtalálta a bölcsességet, és az az ember, aki értelmet kap. Mert több haszna van ennek, mint az ezüstnek, és nagyobb jövedelme, mint a színaranynak. Haszon. Ki az, aki nem azért teszi be valahova a pénzét, valamilyen megtakarításba, mert hasznot remél belőle? Ezért készítik ezeket a pénzügyi termékeket, hogy hasznod legyen belőle, meg legfőképpen, hogy nekik legyen hasznuk belőled. De azt mondja Isten, hogy ha velem te szerződést kötsz, ha hozzám fekteted be a javaidat, az idődet, az energiádat, akkor ennek nagyobb haszna van, mint hogyha aranyat vennél, vagy ezüstöt. És szeretném, hogyha ez a gondolat feszítené a szívedet, hogyha ezzel nem nyugodnál meg úgy, hogy tényleg milyen szép ez a gondolat. Ez a valóság. Sokkal nagyobb haszna van Isten megismerésének, mint bármilyen befektetésnek, még a legjobbnak is ezen a földön. A bölcsességet nem lehet megvenni színaranyért. Nem lehet árát ezüstben kimérni. Nem fizethető meg ófír aranyával, sem drága ónixszal vagy zafírral. Nem ér föl vele az arany és az üveg, aranyékszerekért sem kapható cserébe. Szóba sem jöhet a korall és a kristály, a bölcsesség drágább kincs az igaz gyöngyöknél. Nem ér föl vele az etióp topáz, színarannyal sem lehet megfizetni. Hát Jóbit felsorolja az akkori világnak a legdrágább ékszereit, ékköveit, drágaköveit, mindent, ami igazán értékes.
És hát ezért mondtam, hogy hát ki az, aki ne szeretne, hölgyeim, egy igaz gyöngyökből álló nyakláncot a nyakába? Egy háromsorost. Egy soros van otthon, most már így értem. Az még nem volt olyan vonzó, de a három. Jó. Vagy hát én tényleg annyira elmennék egy ilyen utazásra, vagy egy ilyen hotelbe, ahol ezekkel vannak díszítve a termek. Hát ez csodálatos, nem? Erre vágyik a szívünk, és azt mondja Isten, hogy de a bölcsesség, ami Istennél található, az ezekkel össze sem hasonlítható. Nem lehet egy lapon említeni. És te azért vagy ma itt, mert eljöttél ide a kijelentés sátrába, ahogy Zsuzsi mondta, eljöttél találkozni ezzel az Istennel. Úgyhogy táguljon az a szív mindenkinél, táguljon, hogy most vagy a jó helyen, és most fekteted be jó helyre az erődet, energiádat, a pénzedet. Most! És ez még csak a kezdete annak, hogy Isten mi mindennel tud megajándékozni az ő megismerésén keresztül. Egy gondolattal szeretnék még elétek hozakodni. Miért annyira fontos az embernek, hogy meggazdagodjon? Miért? Nem tudom, szoktál-e azon gondolkozni, hogy azon túl, hogy mindenki ezt csinálja a környezetedben, amúgy miért annyira fontos ez? Ezért ki a könyve 28. fejezetében olvassunk arról az angyali hatalmasságról, aki később Isten ellen fordult, és ezért az ellenség nevet kapta. Nézzétek meg, hogy Jób a világ legdrágább dolgaira hivatkozik. Topáz, zafír, kristály, arany, ezüst, ónix, és így tovább. Most nézzétek, hogy amikor Ezékiel a sátánról ír még a bukása előtt, akkor hogyan jellemzi őt? Ezékiel 28.13. Édenben, Isten kertjében voltál, mindenféle drága kő borított. Rubin, topáz és jáspis, krizolit, ónix és nefrit, zafír, karbunkulus és smaragd. Aranyból készültek foglalataid, és a rajtad levő vésetek teremtésed napján elkészültek. Miért olyan fontos nekünk a gazdagság? Miért szeretjük a csillogó ékszereket és a drága köveket? Mert az egész világunknak a fejedelme, ahogyan Jézus mondja, ő onnan esett ki, ahol őt drága kövekbe öltöztette Isten. És amikor itt a földön szeretne magának hódulatot és dicsőséget, akkor arra hívja az embert, hogy gyere, és azt szeresd, amit én szeretek, és az legyen neked a fontos, amit én szeretek. És hogyha olyan akarsz lenni, mint én, akkor aggasd tele magad ilyenekkel, mint amik rám jellemzők voltak. Ezen a földön azt mondja Jézus, hogy az atyátok az ördög. És ti az ő akaratát akarjátok teljesíteni. Az ördög a saját képére formálja ezt a világot. Mivel ő egy kereskedő természetű lény, nem szeretetből működik, hanem kereskedelemből valamit valamiért, ezért az emberi lényre jellemző a kereskedelmi szemlélet. Erről beszéltünk a jelenések könyve kapcsán. A sátán nem fog csak úgy szeretni, neki az nem érdeke. Érdekből fog működni. És mit akar látni, az legyen a fontos neked, ami neki is. Azt mondja, hogy az igazi dicsőség az, amikor tele vagyok
zafírral, ónixszal, rubinttal, krizolittal, és így tovább. Ezért tehát, ezért küzdünk. És most figyeljétek, és ezzel zárom. Amikor Isten elindítja az emberiség megváltását, és kiválasztja magának Ábrahám utódait követőként, belőlük lesz Izrael népe, akkor azt mondja, hogy a papoknak a ruháján a leggyönyörűbb dolog az a bizonyos éfód, az éfódon van a hósen, és a hósen az egy arasznyi széles és egy arasznyi hosszú aranylap, amin 12 ékkő van, művészi vésetekbe foglalva, és ezeken az ékköveken Izrael fiainak 12 neve. Mire valók a papok? Hogy képviseljék a népet Isten felé. Isten azt mondja, hogy bár ti minden erőtökkel megpróbáljátok a ti atyátokat kiszolgálni, és azt gondoljátok, hogy akkor lesztek gazdagok, és akkor lesz a helyén az életetek, hogyha tele lesztek ékkövekkel, én szeretném nektek bemutatni, hogy ti vagytok az én szívemen. És ami nekem igazán fontos, azt képviseltetem magam előtt, és amikor a pap odajárul elém, és titeket képvisel, akkor szeretném, hogy lássátok, hogy ti vagytok az ékkövek. És figyeljétek ezt a felsorolást. Mózes második könyve 28. fejezetében ezt olvassuk erről a bizonyos hósánről. Rakd ki azt drága kőborítással. 4 sor kő legyen rajta ebben a sorrendben. Rubin, topáz és smaragd. Ez az első sor. A második sor karbunkulos, zafír és jáspis. A harmadik sor opál, agát és ametiszt. A negyedik sor krizolit, ónix és nefrit. Arany foglalatokkal készüljön a borítás. A köveken Izrael fiainak nevei legyenek. 12 kő a neveknek megfelelően. Pecsétgyűrű módjára legyenek vésve, mindegyiken egy-egy törzs neve a 12 törzsnek megfelelően. A sátán ruházatán felsorolt 9 kő, mindegyik ott van a hósenen. Mindegyik. De az Úr papjának a ruházatán 12 van, több, mint az ördögén. És ez bosszantja a sátánt. Hogy ő próbálná elterelni a figyelmünket. Nem kell neked az Úr bölcsessége, nincsen neked arra időd, nem kell neked amúgy se. Az, hogy üljél és olvasgass egy könyvet, abban lenne a te bölcsességed? Gyere, megmutatom én neked, hogy hogy kell meggazdagodni. És ha gazdag leszel, minden rendben lesz. Persze tudjuk, hogy a pénz nem boldogít, de azért boldogít. És Isten azt mondja, hogy mindened meg lesz, csak keres engem. Csak keres engem. Ott vagy a szívemen. Nem tudnak neked olyat felajánlani, amire én ne gondoltam volna. A papok ruháján ott van az összes ékkő, amivel a sátán próbálna páváskodni. Amivel próbálna neked bemutatkozni, hogy nálam van a gazdagság. Az Istennél korábban ott volt. Ő öltöztette be a sátánt is ebbe a ruhába. Csak annyira fáj a sátánnak az, hogy ezt elvesztette, hogy rajtunk keresi a dicsőségét. És azt tetszik neki, abban a dicsőségben fürdőzik, hogy neked leveszi a tekintetedet az Úrról. Úgyhogy gyere, és kezdjük el keresni az igazi életet, az igazi gazdagságot. Mert itt, drágáim, kibírunk egy pár évet,
És hogyha ebben hűségesek vagyunk, olyan gazdagság vár ránk, hogy azt tényleg nem tudjuk elképzelni. De minél kevesebbet investálunk ebbe, és minél többet abba, annál kevesebb erőd és energiád lesz keresni és kutatni az Urat, az igazi bölcsesség forrását. Amen. Gyertek, álljunk fel, ezért fogunk most imádkozni. Atyánk, itt állunk előtted. Izrael 12 törzsének az örökösei. Az új Izrael. És köszönjük, hogy a neveink ott vannak előtted. Aranyfoglalatokban. Pecsétgyűrű formájára vésve. Mert elkötelezted magadat mellettünk, Urunk, a saját véreddel. És ezért, Úr Jézus, a mai napon mi is elkötelezzük magunkat arra, hogy több időt és energiát fogunk áldozni, és több erőfeszítést teszünk a te megismerésedért. Mert megértettük, Urunk, hogy az a bölcsesség, aki te magad vagy, az összesen hasonlítható mással itt a földön. Köszönjük, Atyánk, hogy egyikünk sem földön futó, hogy az emberiség jelentős részéhez képest gazdagok vagyunk, és tudjuk ezt, Urunk. És nem akarjuk a szívünket és az életünket ennek a hajszolására áldozni, hanem, Urunk, úgy keresünk és kutatunk téged, mint az elrejtett kincset. És ha kell, akkor össze akarjuk koszolni a kezünket és a testünket, mint a bányászok, és leszállni a legmélyebb pontra is, hogy találkozzunk veled és megismerjünk téged. Atyánk, fel akarjuk túrni a hegyek alapját, és nem akarjuk megspórolni az erőfeszítést, de találkozni akarunk veled, és jobban akarunk ismerni téged. Atyám, kérlek, minden egyes drága testvérért, minden egyes lélekért itt ebben a teremben, hogy már ma délutántól kezdve állj oda mellénk ebben, és engedd meg, hogy ragaszkodjunk ehhez a döntésünkhöz. Jézus hatalmas nevében. Amen.